Falusi Márton új verseskönyvét szeretnénk bemutatni, hírelni az olvasó közönségnek így szokatlan online módon. A körülményekre tekintettel ezt a megoldást tudjuk alkalmazni. Itt a Magyar Napló könyvesboltjában ülünk, ahol rendes körülmények között a könyvbemutatókat szoktuk tartani közönség mellett, és most innen ajánljuk Falusi Márton Kiöltözünk és bemosakszunk című új könyvét, amely a Magyar Napló kiadó újdonsága. Ez Falusi Márton 6. önálló verseskönyve, és hát szeretettel köszöntöm a szerzőt, szervusz! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Kezdjük mindjárt azzal, hogy a 6. önálló könyved, és nem tartozol az íráskényszeres grafomán szerzők táborába, viszont olyan költő vagy, aki egy megbízható egyenletességgel szállítja, készíti a köteteket, tehát szépen eloszlanak az eddigi pályádon a kötetek, most 38 éves vagy, nem titok, és a 6. kötetedet adod elénk, és ez sem egy túlzottan bőbeszédű kötet, hiszen összesen 26 verset tartalmaz. Elsőként a címről kérdezlek, ezt az érdekes, karakterisztikus címet hogyan találtad ki a kötethez? Ugye elárulhatjuk, hogy az egyik versetből vett idézett, kiemelt szavak egy versetből. Miért pont erre esett a választásod? Még csak 37 vagyok. De, és Isten mentsen a grafomán szerzőktől. Általában az önismétléssel jár, meg nagyon sok sallanggal. Hát, hogy hogyan jött a cím, nyilván az ember olyan címet keres, amelyik beszél a kötetről, és a karakterisztikumát kiemeli. Ez a kötet sok szempontból folytatása az eddigieknek, és sok szempontból szerintem új utakat is nyit. Hogy a cím ezt kiemeli-e vagy sem, minden esetre ez volt a szándékom, hogy kiemelje. Azt nem tudhatom. Ugye egyrészt ugyanazt a személyes hangot üti meg, amit a korábbiak, viszont van egy szerepvers ciklus, amelyikben én úgy fogalmazok, hogy megfordítom a korábbi logikát, amely inkább az volt, hogy a személyes élményből vonatkoztatott el a vers. Itt inkább problémákat, akár filozófiai, akár egyéb nagyobb dilemmákat próbáltam megragadni úgy, hogy azok a személyesség síkján jelenjenek meg, ahogy egy versben dukál. A Kiöltözünk és bemosakszunkban egyrészt azért reflektálok erre az orvosi motívum sorra, amelyik a versben megjelenik, másrészt pedig arra a szerepjáték motívum sorra, amelyik szintén megjelenik a versben. Egyszerre több kérdés is elém tolul. Ugye ez az orvosi vonal, ez egy párkapcsolat hozadéka az életedben. Ugye ez kiderül a könyvből, hogy ez egy párkapcsolati alapú vonal, ez az orvosi szál. És az első ciklus valóban ennek az egyes szám első személyben írt költészetnek a világa, a második ciklus pedig a szerepjátékos vonal. Maradjunk az első ciklusnál, mindenképpen elmondhatjuk rólad, hogy a kifinomult formakultúrájú költők közé tartozol, tehát hogyha Falusi Márton költészetének fő jellemzőit keressük, akkor egész biztos, hogy az egyik a mester tudása, a klasszikus kötött formák iránti alázat, vonzódás, amit ráadásul biztos mesterségbeli tudással művelsz, és ebben a kötetben is érvényes, hogy nagyon sok kötött formájú vers található benne, még azt is megkockáztatnám, hogy szinte csak kötött formájú, minimum valamilyen metrikus vagy rímes, de strófikus versek, tehát ez egy nagyon finom, nagyon értő, biztos kézzel megírt költészet. Mikor hódoltál be a hosszú versek iránti vonzalmadnak? Én emlékszem még 10-12 évvel ezelőtt, amikor az Új Ember versrovatát szerkesztettem, akkor Falusi Mártonnak még voltak rövid versei, amelyeket az Új Ember vékony, rövid hasábján el lehetett helyezni. Ma már nehéz lenne ilyen verseket találni. Mikor hosszabbodott meg a költészeted? Ez nyilván egy tudatos döntés volt a hosszú versek iránt. Igen, bár éppen ebben a kötetben viszonylag sok rövidebb vers is van, de a hosszú vers iránti vonzalom vagy elköteleződés
Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ez egy, szerintem egy elég bonyolult probléma. Ugye a verseknek a dalszerűsége és a verseknek a kicsit gondolatibb irányultsága. A kettő nem zárja ki egymást, viszont a hosszú versekben találtam rá arra a komplexitásra, arra az összetettségre, amelyben hát különféle hangvételeket, különféle regisztereket lehet keverni, a megszólalónak a személyét, tehát azt az alter egót, amelyik megszólal, lehet formával is játszani, úgyhogy többféle forma megjelenik, váltakozik ritmikusan a versekben. Tehát lehet azt mondani, hogy azt a fajta összetettséget, amelyet hát a mai világban, a hétköznapokban tapasztalunk, azt én a hosszú versben tudom jobban kifejezni, vagy én azt látom érvényesebbnek a mai korra. Az, hogy ebben akár Kassák Lajos, akár Juhász Ferenc, akár Nagy László, akár Orbán Otto előttem járt, és ugye rájuk tekintettem példának talán öntudatlanul is, mikor ezeket a hosszú verseket elkezdtem írni. Tehát nagyon izgalmas szabadságot ad a hosszú vers számomra. Ugye azt tegyük hozzá, hogy amikor a rövidebb verseket mondod, hát nálad a rövidebb versek is azért 30 sorból állnak, az már egy rövidebb, falusi mértékkel az egy rövidebb vers, a hosszabb verseit pedig több oldalasak, de olvastatják magukat, és hogyha az ember elkapja a ritmusukat, a fonalukat, akkor egyetlen jó leső lendülettel lehet végighaladni rajtuk, tehát a kötet olvasó barát, senkit ne riasszon el az egyes versek esetleges több oldalas terjedelme. Már ez pozitívum egy verses kötetnél, hogy olvasó barát. Hát, tekintsük annak, igen. Fogjuk rá. Ugye, mondtad most a hosszú versekkel kapcsolatban a példaképeidet, elődeidet, a kötött formák iránti elkötelezettséget hogy alakult ki? Voltak mestereid ebben a dologban? Talán a kötött formához később találtam igazán vissza, mint a hosszú vershez. Ugye eleinte én is nyilván ilyen ritmus gyakorlatokat műveltem, abból sikerült néhány egészen jó, amit megőriztem, de a nagy részét az ember ilyenkor nem őrzi meg az utókornak. Viszont mostanában egyre inkább rákaptam az ízére, ha lehet ezt mondani, mert megtaláltam ugyanazt a játékosságot és szabadságot a kötött formákban is, mint a szabad versekben, és picit elkezdtem tanulmányozni. Ugye minden költő egy kicsit saját maga irodalom történésze is, hiszen folyamatosan olvas és keresi a különféle leleményeket, megoldásokat más költő verseiben. És elkezdtem azt tanulmányozni, hogy ugyanaz a kötött forma, mondjuk egy alkajószi vagy egy szaffói strófa szerkezet, hogy két klasszikusat említsek, amelyet én is többször azért fölelevenítettem, hogy ezt hogyan használta másképpen mondjuk akár Berzsenyi, akár a 20. században Vörös Sándor, akár még későbbiek, akár mondjuk Térei János, és azt láttam, hogy egészen mássá válik, átalakul ugyanaz a kötött forma, hogyha egy másik költő kezdi alkalmazni és nyúl ezekhez a kötött formákhoz, és rájöttem egyre inkább, hogy hihetetlen nagy szabadságot és fantáziát nyújthat egy ilyen fajta strófa szerkezet. Hogyha a költészeted munkásságod legfőbb jellemzőit soroljuk, akkor ugye a hosszú versek mellett azt is mindenképpen mondhatjuk, hogy a te költészeted egy intellektuális költészet, hiszen itt filozófikus és összetett, sorra haladó, összetett szerkezetekkel van dolgunk. Ez egy tartalmilag, mondhatjuk így, hogy összetett intellektuális költészet, sok filozófikus egyéb kultúrtörténeti adalékkal, ugyanakkor alanyi is a költészeted, és hát mondhatjuk, hogy ez egy nagyon nemes dolog annyiban, hogy általában szeretjük azokat a költőket, akik a saját bőrüket viszik a vására. Tehát vannak költők, akik elbújnak a különböző filozófiai és egyéb gondolatok mögött, és alig találjuk magát a költőt a sok emelkedett gondolat között.
Te viszont magadat is beleírod a filozofikus intellektuális verseidbe, saját magadat is bizony kőkeményen beleírod, vállalod a személyes síkodat, ebben az értelemben mindenképpen alanyi költőnek nevezhetünk. Ez szintén egy tudatos döntés volt részedről, hogy bátor, nyers őszintességgel felvállalod magadat a költészetedben? Igen, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a személyesség radikalizálására teszek mindig kísérletet, tehát azokat a határpontokat keresem, ameddig még a költő úgy lehet önfeltárulkozó, hogy az nem önmagának az elárulása, hiszen olyan áttételeken keresztül beszél saját magáról, hogy aztán a végén a versben már az egy egészen másik síkon jelenik meg. Tehát ez a fajta személyesség, ez hitelesíti az elvonatkoztatást is. Tehát én úgy érzem, hogy ha a költészet az csak nyersen gondolkodik, bármit is jelent ez, akkor nem lesz igazi költészet, nem lesz igazi szépirodalom. Ugyanakkor, hogyha a költő csak a saját személyes fájdalmait, problémáit, nyűgjeit tárja az olvasó elé, akkor könnyen az érdektelenségbe csúszhat át, hiszen ne nyavajogjon itt ez a költő, nekem is van elég bajom. Az olvasó nem akkor fogja a saját problémáit viszont látni a műalkotásban, hogyha a költő úgy gondolja, hogy mindent elmond magáról. Tehát ez is egy tévedés, vagy ez is egy szélsőség számomra. Viszont az is egy szélsőség, amikor valaki már szinte tanulmányokat szed versbe, hát ugye ennek a fajta poétikának is van azért bizonyos divatja. Tehát én ezt a kettőt szoktam párosítani, nem is annyira a hosszú vers kifejezést használom, én általában inkább az esszéverset. Ami szintén egy nagyon izgalmas, hiszen akár Vörös Martitól Kálnoki Lászlóig rengeteg költőt felsorolhatnánk, aki hasonlót művelt. Tehát amikor az ember vívódik a versben, gondolatokat befejez, újakat elkezd, visszatér bizonyos gondolatokhoz, akár egy jó esszénél, és tulajdonképpen az esszében való gondolkodás nálam egy picit ki is egészíti a versben való gondolkodást, és néha egészen átcsúsznak ezek egymásba. Van, amikor egy gondolatot kifejtek egy esszében, és aztán írok annak kapcsán egy verset is, és a kettő teljesen más lesz, valahol mégis számomra összetartozik. Ugye én recenziót írhattam korábbi kötetedről, a Halálos szótövek kertje című kötetedről, és ott is ugyanezeket állapítottam meg, tehát mindenképpen hűségesen haladsz ezen a költői úton. Nekem recenzensként és most az új könyvet szerkesztőjeként is, mert ne titkoljuk, én szerkeszthettem a könyvedet, nagy örömmel csináltam ezt a munkát, és rettentően tetszett nekem, közel áll a szívemhez ez a fajta költészet, ami egyszerre személyes, de dimenzionált, és mindig valamilyen nagyobb távlatba helyezed a személyes, önfeltáró lírádat, és hát úgy érzem, hogy ennek van tétje, amikor saját magadat adod, nem bújsz el mindenféle filozófiai és egyéb köntösök mögé. Hogyha egy verses kötetről beszélünk, nem árt, hogyha egy verset is mellé teszünk, és kérlek, hogy akkor ezen a ponton, mielőtt áttérnénk a második szerepjátékos ciklusra, kérlek, hogy ebből az első ciklusból a kötet nyitó versedet olvast fel Útbaigazítás címmel. Útbaigazítás. Útbaigazítást kértem, otthontalanságból részem, amennyi illet kivegyem, parcellázzon fel figyelem. Ha nem foglalkoztat remény, sötét se bánt, napfény se sért, taposhat lúd, kacsalábnyom, bárhová oda találnom járatlanul megadatik, s hogy állomás, vég, tisztesség pontját pontosan kimessék időtlen műhold adatok. Nap izzik, domb gerinc piercing, űrrel telünk meg holdszintig, földre, ha angyalt űz álom, résnyire nyílik teljesség, égig hangya fut fűszálon, megadón mellé térdelek, míg talpaira egyenként próbálja föl a végtelent, életem háton elhordja, lépteim mától könnyedek, semmi a lét, viselt dolga, ha Isten alatt görnyedek. Ugye te költő és irodalomtörténész vagy, és mindamellett kultúrakutató,
Tehát ez az eszéves műfaj, amit ilyen szépen megfogalmaztál, ez az eszéves műfaj, talán abból is fakad, mit gondolsz, ez oda is visszavezethető, hogy van egy irodalomtörténész éned, tehát ez voltak éppen a két disziplina ötvözése, az irodalomtörténész és a költő együtt rakja össze az eszéverset? Nem, Isten őriz, hát ugye nem is szeret az ember a saját verseiről így módon beszélni, mint mások verseiről. Nem, inkább ez ahhoz kötődik, hogy amit említettem, az, hogy a világ összetett szerkezetét hogyan lehet kifejezésre juttatni a versben. Ugye vannak költők, akik inkább dalszerűbben fogalmaznak, vannak költők, akik inkább elvontabban. Ez persze egy nagyon durva általánosítás, de mégiscsak így van. És nagyon izgalmas, hogy én úgy éreztem, hogy az utóbbi az, aminek igazából még a 21. században van létjogosultság és érvényessége, akkor, hogyha tényleg úgy érezzük, már pedig én úgy érzem, hogy a költészet a saját hatalmából, jó értelemben vett hatalmából, a hatalom nélküli hatalmából nem akar veszíteni. Tehát valóban igényt tart arra, hogy a világot érzékeltesse, a világnak magyarázatait adja, nyújtsa az olvasónak, az, hogy a megismerés eszköze legyen. Tehát a költészethez tényleg azért forduljunk, mert a legnehezebb pillanatainkban valamiképpen támaszt tud adni, és ebből a szempontból néha félek, hogy ezek a versek, amiket én írok, túl bonyolultak, viszont időről időre odalépnek hozzám idegenek, és azt mondják, hogy hát például párkapcsolati válságukban segítettek az én verseim rajtuk, és akkor meglepődöm, hogy tényleg van ilyen hatása is a költészetnek, ennek is örül az ember, mert mégiscsak azt szeretné, hogy ráismerjen a saját életére az olvasó a költőjénen keresztül. Tehát nagyon sok, tehát a költészet nagyon sokan egy ilyen bezárkózó, régi módi gyakorlatnak tartják, miközben meg tud újulni folyamatosan. Tehát tulajdonképpen egy versben bármiről lehet beszélni, és bármeddig el lehet jutni. Tehát én még nem találtam meg, hála az égnek, a költészetnek a határait, hogy fú, ezt én már a versben nem tudom kifejteni, ehhez már egészen más műfajra van szükség. Nyilván a más műfajoknak is megvannak a törvényszerűségei, de hihetetlen nagy szabadság a vers. A Kiöltözünk és bemosakszunk első ciklusában 16 költemény található, és a kötet második ciklusa, amely 10 verset tartalmaz, ez bizony egy szerepjátékos, tehát egy játékosabb, áruhásabb ciklus. Itt egy bizonyos Zuglisher Manóval ismerkedhetünk meg. Én szerkesztőként ugye az évversei antológiában is évek óta találkozom már a Zuglisher Manó verseiddel, hiszen évek óta írod már ezeket a játékos verseidet, és emlékszem, hogy már a kötet szerkesztésének vége felé jártam, amikor egy este fölhívtalak telefonon, és a homlokomra csapva mondtam, hogy basszuskulcs, hát most esett le a tantusz, hogy hát ez a Zuglisher Manó, hát hogy a Zuglisher miből is jön. Hát talán az olvasóknak sem olyan egyértelmű. Kérlek, akkor fejtsd meg ezt a rejtélyes Zuglisher Manó nevet, hogy mit is jelent ez valójában, honnan ez a Zuglisher? Ugye ebbe a ciklusban van egy ilyen kicsit térpoetikus irányultság is, hiszen az az otthonom Zuglónak egy része, az István mező, az különféle épületeivel, utcarészleteivel, lakóival felbukkan ebben a ciklusban, de tulajdonképpen az megelőző ciklusban is. Tehát valójában ez Zugló, és a Manó is egy többszörös játék. Ugye egyrészt ki vannak most már téve ott István mezőn különféle táblák a műemlék épületekre, hogy ki építette, ki lakott ott ezeket, időről időre olvasgatom, nagyon izgalmas kis művelődés történeti séta ez ott. És hát ugye a legtöbb épületet azt valamilyen Manó nevű zsidó iparos család építette, de nem csak ez az egyetlen olvasata ennek, hanem tulajdonképpen Walter Benjaminnak az egyik esszéjében van egy ilyen mondat, hogy a város az egy memotechnikai Manó. Vagyis azt jelenti, hogy tulajdonképpen a város az az emlékezetünk tere, és ebben úgy bujkálunk, mint egy Manó az erdőben. Tehát valóban, és egyébként én először erre gondoltam, hogy ez egy játékos, erdőben bujkáló Manó, egy erdei szerzet,
akinek a város tulajdonképpen az erdő, és különféle emléknyomokat keres abban a városrészben, ahol ő lakik. Uh-huh. És hát tulajdonképpen ez a felszíni síkja ennek a szerepes ciklusnak, hogy a beszélő az megszólítja ezt a bizonyos Zuglisher Manó nevű figurát, ami időnként önmegszólítás, időnként az idegennek, a másiknak a megszólítása, az ismeretlennek a megszólítása, az otthonra találásnak a megszólítása, és ebben a ciklusban rengeteg utazási téma is fölmerül, amit szintén az ember ugye az otthoni magányával tud szembesíteni. Tehát a Zuglisher valójában zuglóit jelent. Ha lefordítjuk ezt a német szót, akkor zuglói, és ugye a Zuglisher Z-vel kezdődik, hiszen németesen C-nek ejtjük a C-et, a Z betűt, a szókezdő Z-t C-nek ejtjük. De nem kérdeztem még meg őt, hogy hogyan ejti. Tehát ezt ugye nem tudom autentikusan elmondani. És akkor a Manó nem azért Manó, mert a Mártonhoz hasonlóan M-A-val kezdődő keresztnevet kerestél, nem erről van szó, hogy a Mártonhoz hasonlóan keresztnevet. Akár erről is szó lehet, az értelmezés nyitott, én most két variációt említettem. De lehet gyártani újabb játékokat. Igen, hogyne, persze. Ugye jól érzékeltem-e, hogy ennek a Zuglisher Manónak, egyáltalán ennek a második ciklusnak van egy valamiféle szindbádos, kicsit olyan két világháború közötti úri magyarországi hangulata, beütése, tehát valahogy önkéntelenül is, vagy tehát akaratlanul, vagy akarva, ez a kérdés, egy szindbádos olyan mára is polgár is világ úszik be Manó körül. Ez akarva, vagy akaratlanul? Egyrészt a városrésznek van egy ilyen hangulata, másrészt nekem is van egy ilyen szemléletem. Tehát azért az én kedvenc korom az nagyjából a dualizmus kora, a századelő kora. Ha most választani lehetne, hogy mikor szeretnék élni, akkor nagyjából akkor, persze még az első világháború kitörése előtt. Volt egy nagy szellemi pezsgés, volt egy nagy hírlapi kávéházi kultúra, és volt még egy csodavárás is, és egy nagy reménykedés abban, hogy a társadalom, a nemzet, az állam az meg tud újulni. Tehát valójában talán ez az a korszak, amelyik közel áll hozzám, és ez a fajta akár csírájában létező, aztán igazából kifejlődni már nem tudott ez a városi kultúra, amit az embernek azért ma meg kell teremtenie önmagában és önmaga körül, akkor is, ha ez lehetetlennek látszik, főleg egy ilyen járvány terhes időszakban. Ezek a versek kicsit dalszerűek is, érzem a játékosságból fakadóan a dalszerűségüket, mindegyik szigorúan strófikus, és van egy tényleg dalszerű ritmusuk, egy jó leső, kicsit andalító, egyenletes taktusuk ezeknek a verseknek, és ezek is olyanok, hogy bizony nagyon, nagyon nyíltan betekinthetünk Zuglisher Manó lakásába, egyszer csak ott találjuk magunkat a nappaliában, megfigyelhetjük, hogy miket csinál Zuglisher este, reggel, délben, még akár a nemi életébe is betekinthetünk, tehát ez egy nagyon őszinte, szintén feltárulkozó szerepjáték. Mennyire váltál Manóvá az évek során, tehát hogy teljesen magadra öltötted ezt a Manót. Manó elkezdett önálló életet élni az életedben? Nem lett azért ez a ciklus egy annyira eltávolított és annyira cselekményesített ciklus, hogy ebből egy önálló figurának az élete kibontakozhatna, mint mondjuk, hogyha Kálnoki Lászlónak a Humájnoki Szaniszló verseire gondolunk, ahol ugye azok nagy prózaversek, de abból tulajdonképpen külön történetek bomlottak ki. Ez sokkal poétikusabb marad a szónak a hagyományos értelmében, tehát nem távolodott el ez annyira attól a költői beszélőtől, amelyiket mondjuk az előző ciklusban megismerhetett az olvasó. Hogy miért van szüksége egyébként egy költőnek időről időre a szerepjátékokra, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Viszont én azt vettem észre, hogy abban a pillanatban, hogy megtöröm ezt az egyes szám második személyű megszólító beszédmódot, vagy egy picit megvariálom ezt, másképpen kezdek gondolkodni, más sorokat írok, más emlékeket fedezek föl magamban. Tehát ezek a, akár nevezhetjük technikai fortélyoknak, vagy ez a technikai változatosság,
ez tematikusan is, szemléletben is meg tudja az embert újítani, föl tudja rázni adott esetben. Ugye még azt kérdezem a jövőbe is mutatóan, hogy Cuglisher Manó marad-e? Továbbra is lesznek-e Cuglisher Manó szerepjátékversek, vagy likvidálod őt? Mert egy idő után az ember nem szívesen válik meg az ő Manójától, tehát úgy megszereti az ember Manót, és nem akar vele leszámolni. Te hogy vagy vele? De én se szeretnék leszámolni vele, tehát valószínűleg megmarad még. Azért alakult ki, hogy 10 ilyen hosszabb vers került ebbe a ciklusba, mert ezt a 10 dolgot, 10 dimenziót éreztem, hogy egymást kiegészítik, és mindegyik egy picit újat tud mondani. Tehát amint úgy érzem, hogy 11-12. vagy még egyéb versek is megszólalnak maguktól, akkor biztos, hogy ezt újból előveszem. Bevallom, a személyes kedvencem a Városligetes Cuglisher vers, ahol a Városliget élővilága, állatvilága is előkerül. Neked személy szerint, ha lehet így kérdezni szerzőként, melyik a kedvenc Cuglisher versed? Hát ezt nem tudom megmondani. A címadó vers az pont nem ilyen. Az talán az egyik személyes kedvenc, a kiöltözünk és bemosakszunk, amiben egyébként megvan ez a szerepjáték is, és egy picit talán kulcsot is ad a verses kötethez. Tehát abban előjön egy csomó olyan motívum és téma, amelyik a többi versben is másképpen mutatkozik meg. Akkor ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a mondatokkal ajánljuk az önök megtisztelő figyelmébe Falusi Márton új verseskönyvét, Kiöltözünk és bemosakszunk címmel a Magyar Napló kiadó gondozásában. Köszönjük szépen a figyelmet!